Nyíregyházán a hétvégéig a Pazonyi úti nagyáruház parkolójában ott lesz a Magyar Autóklub standja. Több mint 300 gyereket fogadnak szervezetten az iskolákból, de bárkit szívesen látnak, aki kíváncsi vagy ki szeretné próbálni a felépített közlekedési pályát. Ki a mester két keréken, kerékpáros ügyességi feladatokat oldottak meg a diákok. A Fékezd magad játékkal pedig a megfelelő közlekedési távolság betartása volt a feladat. 7 és 14 éves kor között a gyerekek felelősségérzete megerősödik, ebben az életkorban óriási szerepe van a tudatos nevelésnek, oktatásnak. Én azt tanultam a biztonságról, hogy mindig légy bekötve a kocsiban, és hogy a biciklisnek mindig a bicikli sávon kell menniük. Azon kívül, hogy a lehető legkorábban meg kell ismerkedni a közlekedési szabályokkal, az autósoknak nem árt a kellő gyakorlatot is megszerezni a közúton. Vizes pályán megállni, fékezni nem könnyű, egy esetleges baleseti helyzetben pedig gyorsan kell reagálni. Az autóvezetésnél három összetevőt kell figyelembe venni, az út, a gép és az ember kapcsolata. Abban a pillanatban, amint ez a kapcsolat valamilyen módon megszakad, akkor keveredhetünk olyan veszélyes helyzetbe, amit kezelni kell. Hát ugye különbözőképpen kezelik ezeket a helyzeteket a gyerekek, a felnőttek, és mi azért vagyunk, hogy felhívjuk ezekre a szabályokra a figyelmet. A Magyar Autóklub egészen a hét végéig várja az érdeklődőket programjaira, hiszen céljuk, hogy a kisgyerekektől a felnőttig minden közlekedőben szabálykövető magatartás alakuljon ki, ami segíthet abban, hogy csökkenhessen a közúti balesetek száma.